Sziasztok! Ebben a videóban válaszoljuk meg azokat a kérdéseiteket, amiket Instagramon tettetek fel. Elég sok érkezett, nagyjából 200. Úgyhogy ezekből válogattunk, a témakör pedig a tervek voltak, hogy milyen terveink vannak a jövővel kapcsolatban, valamint hogy a múltban milyen terveink váltak esetleg be. És szerettük volna egy kicsit feldobni ezt a videót, hogy ne csak annyi legyen, hogy ülünk és válaszoljuk a kérdéseket. Szóval elindulunk így a városban mindenfelé, mindig más helyszínről fogunk bejelentkezni és onnan válaszolni, illetve a nap végén egy lás eseményre is megyünk, szóval igyekeztünk így nagyon változatosan megcsinálni a videót, és ezzel a vlogolást is kicsit szokni, mert azért emberek között így a városba menni, akik így bámulnak, hogy mi ez a kamera, szóval most így gyakorlunk a vlogolásra. Úgyhogy reméljük tetszeni fog nektek. És én nagyon is. Ha előre eltervezhettétek volna az eddigi életeteket, mi az, amit megváltoztatnátok utólag, hogy máshogy történjen? Semmit. Ezt igen, ebben egyetértünk. Igen. Mert mind a ketten úgy gondoljuk, hogy minden okkal történik, ami az életünkben van, és hogyha bármi kizsdalag is máshogy lett volna, akkor nem itt lennénk, és elég boldogok vagyunk mert azzal. Nem lehet tudni, hogy egy kis dolog az mennyit változtatna úgy az egész életeden. Igen. Szóval, és belegondolva most mind a ketten boldogok vagyunk, tehát én így az életemmel ott vagyok, ahol lenni akarok, úgyhogy ezért inkább azt mondom, igen, hogy jó ez így, de ne legyen rosszabb semmi. Igen. A másik pedig, amit mondtunk, hogy inkább bánjunk meg olyan dolgokat, amiket megtettünk, mint amiket nem. Szóval akármi is van, amit megbántunk volna, azt nem bánjuk meg. Igen. Mert így történik jól, úgyhogy ezt gondoljuk. A következő kérdés az, hogy mit gondolunk a bakancs listáról, és ez vicces, mert Linával nemrég pont beszélgettünk erről, mert én azt mondtam, hogy szerintem tök jó dolog. Nem akkor, hogyha az ember csak annak él, hogy kiválhassa, de olyan jó érzés lehet, hogyha mit tudom én, valami extrémebb dolgot csináltam, vagy nem is feltétlenül extrémebbet, csak valamit, amire mindig vágytál, és ezt kiválhatod. Mondjuk nyilván, hogyha véget ér, vagy nem hiszem, hogy véget érhet, mert mindig lehet újabbakat írni, úgyhogy én ezt gondolom róla, szerintem jó dolog, bár nekem nincs. Az a véleményem a bakancs listáról, hogyha nekiállnék leírni így a terveimet vagy céljaimat az életemben, csak szomorúsággal töltene el azt, hogy mennyi mindent nem láttam még a világban, vagy mennyi mindent nem értem még el. Szóval én inkább az a típus vagyok, aki szereti utólag. Igen. Aki szereti utólag összeírni, van is például egy térképem, amiben mindig jelölöm, hogy már hol jártam. Úgyhogy inkább így spontán így élek, meg így várom a lehetőségeket, és akkor utólag szedem össze ezeket a jó emlékezetes dolgokat. Amúgy ez is igaz. A következő kérdés az, hogy terveztük-e bármikor is, hogy külön csatornát indítunk, és a válasz az, hogy igen, volt már konkrétan az én fejemben, hogy egy külön csatornát emellett. Arról inkább úgy lemondtam, mert jobb, hogyha erre megy el minden. Igen. Bennem ilyesmi nem volt meg, alapvetően olyan soha nem merült fel, hogy itt tegyük ketté magunkat, és így nem, te is csináld külön, én is csinálom külön, ez biztos, hogy nem meg, ez soha nem bánnánk meg azt, hogy így együtt kezdtük el, szóval igen, igen. Minden marad a régi. Ha abba hagynátok a videózást, akkor még barátok lennétek? Csak hogy tisztázzuk, Panni. Amúgy egyértelműen, szóval minket nem a videózás tart úgymond össze, azért is barátnők voltunk, és nagyon sok olyan program vagy esemény van amúgy, amikor nem is tesszük közzé, hogy együtt vagyunk, nem is tudtok róla, nem tudjátok, hogy mikről beszélgetünk, szóval a barátságunk az nem a videózásnál rekedt meg, hanem ennél sokkal mélyebb és sokkal hosszabb, úgyhogy hát egyértelműen barátnők maradnánk. Amúgy eljutunk most az Ahoyhoz, ami ott van, nagyon finom, turmixozósék, ez mindenféle hely, úgyhogy oda fogunk bemenni. Na jó, Panni, mit teszel? Nutellás banános koffit, és hozzá pedig banáns séket, tejszínhabbal és mogyoró darabkákkal. Ez nagyon jól néz ki. A következő kérdés pedig az, hogy ha adnánk egy tanácsot a 13 éves énünknek, akkor mi lenne az? Nekem egyértelműen, hogy legyen több önbizalmad, és bízz jobban magadban. Én pedig egy étcsokis forró csokit kértem, ami narancsos és karamellás, és vegán, szóval aki már mandulatáim volt, úgyhogy szupi. És az én válaszom pedig erre a kérdésre az, hogy azt mondanám a régi önmagamnak, hogy ne tervezze túl az életet igazából. Én régen annyira olyan voltam, hogy folyamatosan mindent megterveztem, és minden össze volt szedve egy a noteszomba, meg a fejembe, és hogyha valami nem úgy alakult, akkor már tök rosszul éreztem magam, és mostanában ráálltam arra, hogy lehet spontán is élni, és tök jól ki lehet hozni a dolgokat, úgyhogy nem tervezem mindent nagyon, úgyhogy sok stresszmentes pillanatom lett volna, hogyha ezt már akkor tudom. Hova terveztek a jövőben utazást, és hova szeretnétek eljutni? Én a világon a lehető legtöbb helyre szeretnék egyértelműen, de például van néhány ilyen egzotikusabb és biztonságosabb... Ugye ezt a szót akartam, és aztán... Ázsiai ország például, vagy afrikai ország, amiket meglátogatnék.
csak egy országot választhatnék, akkor valami tök más éghajlatot választanék, és tök más kultúrát. Na, én meg pont, hogy még Európán kívül soha nem jártam, és most tavasszal beszéljük már pár barátunkkal, hogy kimennénk Asztanába, Kazasztán fővárosába, az nagyon-nagyon izgalmas lenne, úgyhogy remélem, hogy azt tényleg összejön, amit tervezzük. Időközben gyorsan hazaugratunk, mert Panninak eléggé merült a telefonja, is töltünk egy kicsit rajta. Szóval volt egy olyan kérdés amúgy, hogy annó én a Városmajori Gimnáziumban jártam, még 2 évvel ezelőttig, és hogy azt szerettem-e, ez így a nem pont a tervek kategória, de gondoltam, hogy megválaszolom, mert imádtam oda járni, mind a sulit, a tanárokat is, és az osztályom is fantasztikus volt, és néha elgondolkozom rajta, hogy bármit megtennék, hogy visszamehessek így a gimibe, nem is úgy a gimibe, hanem konkrétan oda, mert nagyon-nagyon szerettem. De ennyi, igazából amit gyorsan akartam mondani, most összeszedjük magunkat és indulunk a lássaseményre. Eleinte hogy indult a csatorna, mit terveztetek vele, abból mik valósultak meg? Hát mivel eleinte hobbinak indult, és akkoriban még egyáltalán nem volt ennyire felkapva a YouTube, ezért semmit nem terveztünk konkrétan. Nem tudtuk, hogy mi lesz ebből az egészből. Életünkben nem gondoltuk volna, hogy ez munka lehet, vagy ebből karriert lehet csinálni, vagy akármit. Viszont terveink vannak a jövőre nézve, mégpedig az, hogy... Ja igen, nagyon sok kérdés volt azzal kapcsolatban, hogy a videózással mi a tervünk, meg így az egésszel. És pont most augusztus végén Pannival elég így összeültünk, és elkezdtünk agyalni videóötleteken, meg mindenféle dolgon a videózással kapcsolatban, és szeretnénk ennél sokkal komolyabban venni, mert tény az, hogy eddig is hihetetlen sok időt szántunk már erre is energiát, de szeretnénk még többet. Most, hogy Panni is egyetemre jár, azért szeretnénk így összehangolni a napjainkat, vagy óráinkat, igen, vagy bármi hasonló, és nagyon ott lenni így mindenben, szóval nagyon sok tervünk van még, és reméljük, hogy össze is jön a legtöbb. Úgyhogy folytatjuk még, nem lesz még itt vége. Az biztos. Itt nyílt az új Lásnak az üzlete. Wow, de szép, hogy a kiírás is, meg minden. Itt új van. Aha, itt elég rendesen. Wow. A következő kérdés az, hogy mi volt az álmunk gyerekkorunkban, hogy mit szerettünk volna lenni. Én nagyon sok mindent szerettem volna lenni. Ezek általában mind az ilyen alapfoglalkozások voltak, hogy tudom én, színésznő, táncos. Nem volt semmi konkrét elképzelésem, de mivel nem tudtam róla, hogy így vannak ezen kívül más foglalkozások is, ezért nem volt bővebb elképzelésem. Én műfordító szerettem volna lenni nagyon sokáig, mert nagyon szerettem a nyelveket. És akkor úgy képzeltem el, hogy én majd regényeket, meg verseket fogok fordítgatni, aztán ez teljesen így megszűnt, ahogy így jött a gimnázium, vagy így már a gimi végén. És író is szerettem volna lenni, meg hát ugyanúgy ezek az ilyen lányos elképzelések, a színésztő, meg énekestő, meg minden, de az író az nagyon sokáig így egy fix dolog volt, aztán máshogy alakultak a dolgok, és végül ezt így elvetettem, de nagyon sokat írtam kiskoromban. A következő kérdés, hogy voltunk-e már, vagy tervezünk együtt nyaralni? A válasz pedig az, hogy igen, mindenképpen, leginkább 4 azon is Ágival szeretnék elmenni akárhova, de egyébként, hogyha bármi videós munka vagy videós program során elutazhatnánk valahova, hát ez nagyon jó lenne. Igen, és de amúgy nem voltunk még így csak ketten külön nyaralni, szóval, de amúgy nagyon jó lenne akár ketten, akár együtt. Itt vagyunk most éppen egy rimmeles bloggernél napon, szóval így sminkeket nézegetünk a lányokkal, meg ilyenek, tök ilyen kis beauty boxok vannak. És közben pedig válaszoljuk tovább a kérdéseket. Van egy jó hírünk azoknak, akik most nézik ezt a videót, ugyanis képzeljétek, lesz egy nyereményjáték a csatornánkon, ugyanis itt a Rimmeltől kaptatok ti igazából 2 boxot. Mutatom a másikat. Szóval ezt a 2 választottuk nektek, igazából a DM üzleteiben lesz kapható szeptember 28-tól, és tartalmaz 4 darab terméket, aminek az alapja, csak annyira itt zaraga, hogy így fogom, szóval aminek az alapja maga egy olyan matt szájfény, ami mindenálló, szóval étel, ital, csók, minden. Úgyhogy ez lesz az alapja, meg 2 körömlak, illetve egy szempillaspirál van benne,
És igen, a készlet erejéig lehet majd őket vásárolni, de akkor igen, szeretnénk közöttetek fejenként egyet, tehát kettőt kisorsolni. Ahhoz, hogy megnyerhessétek valamelyik dobozt, nincs más tennivalótok, csak feliratkozni a csatornánkra, és megírni a kommentben azt, hogy ha nektek lenne egy saját rúzsotok, akkor mi lenne a neve? Tehát valamilyen fantázia név egy rúzshoz. Igen. Lehet magyar is, vagy angol is. Bármilyen, vagy, igen. Valamilyen nyelven szeretnétek. És illetve írjátok le azt, hogy a kettő doboz közül melyiket szeretnétek, szóval a bordós árnyalatot, vagy inkább a rózsaszínt a szájfényből, és igen, akkor a többi pedig jár hozzá. A játék a szeptember 24-ig fog tartani, és fontos, hogy egy e-mail címet is írjatok a kommentbe még, mert ott fogunk majd értesíteni titeket, hogy kik azok, akik nyertek. Igen. A következő kérdés pedig az, hogy gondolkoznak-e már azon, hogy külföldre költözünk és ott éljük le az életünket. Az az igazság, hogy igen. Igen. Szerintem talán megfordulod az éve egyszer, és voltak évek, amikor nagyon konkrétan én gondoltam, mert hogy én nem akarom az életemet itt leélni, de aztán rájöttem, hogy az egész felépített életem itt van, az összes barátom, a családom, ezért arra jutottam, hogy mivel különösebb személyes problémám nincsen Magyarországgal, ezért minek menjek el. Én biztos, hogy nem tudnám itt hagyni így örökre, vagy hogy így mással éljek úgy az országot, meg nem szeretném, hogy mondjuk a gyerekeim más nyelven beszéljenek, és úgy kelljen nekem is mindig egy idegen nyelven beszélni, szóval nálam maximum egy-két év tanulás idejére jöhetne szóba, és hogyha így tennék, ezt még hozza majd a jövő, meglátjuk, de hogyha kimennék külföldre tanulni, akkor Spanyolország lenne az egészen biztos. Következő kérdés, hogy mikor döntöttük el, hogy hová szeretnénk tovább tanulni. Ezt gyorsan megválaszolom, én 11-ben a rendezvényszervezés volt, ami nagyon érdekelt, még érdekel most is, és így jött a turizmus vendéglátás, és ott tanulok jelenleg, nem bántam meg, úgyhogy nekem ez ilyen 11. környéke volt. Spandinak még később. Igen. Én egyáltalán nem tudtam, hogy hova akarok menni, ezért a pszichológiát csak második helyen jelöltem meg, de soha nem gondoltam volna, hogy lesz egyáltalán annyi pontom, csak úgy, hogy meg legyen jelölve 3 iskola. Úgyhogy én igazából sorrendet változtattam, tehát május nagyon végén tettem ezt, és akkor jöttem rá, hogy én pszichológián fogok tanulni, hogyha minden jól megy. Tehát én igazából így maximum 3 hónapja tudom, hogy mi szeretnék lenni. Az utolsó kérdés pedig arra vonatkozik, hogy életünk következő 10 évét hogy képzeljük el, inkább családirányban, vagy pedig karrierirányban építenénk jobban ki az életünket. Erre az én válaszom az, hogy mivel most leszek 20 éves, ugye 10 év múlva 30. Szóval, erre az én válaszom az, hogy mivel 10 év múlva 30 éves leszek, csak szerintem majd azután bőven elég lesz családot alapítani, vagy családot építeni, és hogyha férjem lenne, akkor sem szeretnék mondjuk egyből gyerekeket. Úgyhogy mire családom lesz, az biztos, hogy több mint 10 év múlva lenne. Nekem is ugyanez a válaszom amúgy. Én alapból szerintem már gyerekkorom óta inkább ilyen karrierista. Nem is tudom, mert nem azt, hogy soha nem akarnék gyerekeket, de azért inkább egy tök jó karriert létrehozni magamnak, meg dolgozni, meg minden ilyen. És aztán majd kb. Egy ilyen, nem tudom megmondani, hogy mikor, de nálam is később jönnének gyerekek, meg minden. Úgyhogy egyelőre egyezik a válaszunk az, hogy tanulás és karrier lenne az első, a következő 10 évet nézve. És igen, ennyi lett volna ez a kérdezfelelek videó, a végére pedig tök jól megszoktuk mi is a vlogolást, úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek. És ha szeretnétek hasonlókat, akkor kérlek, lájkoljátok ezt a videót. Igen. És találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!